Újraindul az üzem, indulhat a termelés, 30 milliárd forintból fejlesztették a vásárosnaményi OSB lapokat gyártó üzemet. A Swiss Krono svájci cég 120 új munkahelyet biztosít vásárosnaményi telephelyén. Seregi Barnabás ügyvezető a vendégünk, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Kezdjük rögtön ezzel, foglalkoztatási szempontból is jelentős ez a beruházás. 100 vagy 120 új munkahely létesül vásárosnaményben, ez a városnak is fontos, és hát a cég pedig a bezárás után egy elég nagy létszámmal indulhat el. Így van, az év folyamán elkezdtük felvenni már a kollégákat, az új kollégákat, egy jelentős részükként Németországban, németországi testvérüzemeknél betanulási programon vett részt, és jelen pillanatban 108 dolgozót foglalkoztatunk. A későbbiekben valószínűleg lehetőség nyílik rá, hogy ezt a létszámot bővítsük. Milyen munkaerőre van szüksége a cégnek? Jellemzően kvalifikált, szakmával rendelkező munkaerőt kerestünk, szakközépiskolai végzettséggel, felsőfokú végzettséggel, kifejezetten magas a felsőfokú végzettségűek, mérnökök létszáma a cégünknél, de valamilyen releváns fémipari, folyamatmérnöki, irányítástechnikai, műszerészi szakmával rendelkező kollégáknak a jelentkezését várjuk. Folyamatosan. Így van. Mostanában a nagyobb cégek arra panaszkodnak, hogy nehezen találnak szakképzett munkaerőt. Ezek szerint önöknél ez nem jelentett problémát? Nagy szerencsénk volt azzal, hogy volt egy korábbi nagyon jó bázisunk, ahol vissza tudtunk nyúlni. Azok a kollégák, akik ezt megelőző években, a bezárást előtti, tehát 2011 előtti években az Intespánnál, akkori nevén ugye Intespánnál dolgoztak, ők jelentették azt a bázist, aminek mentén el tudtunk indulni a munkaerőfelvétel során. Sok egykori kollégát kerestünk meg, és alkalmaztunk újra, illetve hát azért egy kis vérfrissítést is alkalmaztunk, körülbelül az új dolgozóknak az aránya eléri a 40%-ot. Beszéljünk egy nagyon picit erről a 2011-es évről. Ez kényszer év volt, vagy kényszerhelyzet volt, hogy ezt az üzemet, ezt a telephelyet be kellett zárni? Ez egy nagyon komoly válsághelyzet volt, nem csak a magyar, hanem az akkori kelet-európai gazdaság életében. A kereslet meglehetősen visszaesett az akkori termékkörünkre, ugye bútorlapokat gyártottunk, a belőlük gyártott bútorokra az akkori válságos években rendkívül módon visszaesett a kereslet, megszűntek a piacaink, vagy jelentős mértékben lecsökkentek a piacaink. Ez volt az egyik fő oka, hogy akkor is már egy nagyon komoly export hányaddal dolgoztunk, termékeinknek kb. 80%-át exportáltuk, elsősorban a környező kelet-európai országokba, illetve az akkori, a 2000-2010 közötti kormányzatok jelentős mértékben támogatták a fának, mint bioenergetikai hasznosításnak a formáját, tehát erőművekben égettük el a fát akkoriban, ahelyett, hogy felhasználtuk volna mondjuk a faiparban, és termékeket gyártottunk volna belőle. Ez jelentős alapanyagáremelkedést okozott a magyar fapiacon, és ez sújtotta nagyon a céget, legfőképpen azért, mert a környező országokban, ahol a legfőbb konkurenseink voltak akkoriban, nem ment végbe hasonló folyamat, tehát mi találtunk egy magas falapanyag árral, míg a versenytársaink a piacon egy alacsonyabb falapanyag áron tudták beszerezni a termékeiket. Akár a szomszédos országokban. Akár a szomszédos országokban is így van, tehát jellemzően Romániában, Csehországban, Szlovákiában. Ezek voltak a fő faktorok, ami miatt anno 2010-ben a tulajdonos úgy döntött, hogy 2011. februárjában beszünteti a termelést. És akkor most 2016-ban miben másabb a gazdasági környezet, és mivel jobb a helyzet, hiszen most ebbe a fejlesztésbe 30 milliárd forintot tett bele a cég? Így van, azóta azért jelentősen javult az általános gazdasági helyzet, nem csak Kelet-Európában, hanem az egész világon. Az elmúlt 6-8 évben egy nagyon jelentős visszaesésen ment keresztül az építőipar például, és ebben az építőiparban most az egy jelentős fellendülés tapasztalható nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is. Ugye az a termék, amit most elkezdtünk gyártani, az OSB lapok, elsősorban az építőiparnak, csomagolóiparnak az alapanyaga, kisebb részben a bútoriparé. Ez volt a legfőbb indok, ami miatt a tulajdonos úgy döntött, hogy beruház, tehát lát perspektívát abban arra, hogy az elkövetkező mondjuk 15-20 évben ennek a terméknek lesz piaca. A nézők láthatják, hogy meglehetősen korszerű gépekkel szerelték föl ezt a telephelyet, ezt az üzemet. Milyen kapacitású lesz a gyár?
az itt üzembe helyezett gépek a jelenleg ebben a műfajban a lehető legkorszerűbb gépeket, legutolsó generációs gépeket jelentik. Tehát büszkén elmondhatom, hogy az Interspan Kft-t jelen nevén, új nevén a Swiss Krono Kft. Egy olyan gépparkkal rendelkezik, amely világszínvonalon is megállja a helyét. A kapacitásunk évi 300 ezer köbméter OSB lapnak a legyártását teszi lehetővé. Lesz piaca ezek szerint az OSB lapoknak? Lesz, így van. Ez egy olyan terméket fogunk gyártani, amit most már nem csak a környező országokba fogunk tudni eladni, hanem távol-keleti exporttal, illetve Ausztráliába is fogjuk tudni exportálni. Az első konténert már el is küldtük Ausztráliába, és hamarosan, közelmúltban vettünk részt Tokióban egy kiállításon a termékkel, és úgy tűnik, hogy van rá komoly érdeklődés, tehát a japán-kínai piacra is fogunk tudni beszállítani. Ilyenkor jönnek az újabb ötletek és újabb tervek. Még most indul az üzem, tudom, de azért egy fejlesztési csomag már mindig rendelkezésre áll. Miben gondolkodnak? Első körben most a termelést szeretnénk stabilizálni, illetve beállítani arra a névleges kapacitást, hogy elérje a gyár, ami a célunk ebbe az üzleti évben. Nyilván a továbbiakban a meglévő berendezésekből szeretnénk a maximum kapacitást kihozni, illetve hát a tulajdonosnak vannak középtávú tervei a jelenlegi kapacitásnak a további drasztikus növelésére. Beszéljünk még egy fontos dologról. A mai nap folyamán a helyi sportcentrumot is támogatta a cég. Úgy néz ki, hogy egy társadalmi szerepvállalása is lesz a Swiss Krononak Vásárosnaményban. Így van, hát a korábbi években ugye a Kindle család 28 éve tulajdonosa ennek a cégnek. A korábbi években is mindig volt valamilyen valamilyen társadalmi szerepvállalást a család. Különböző formában, különböző egyesületeket, illetve a közéletet támogatta a Vásárosnaményban, illetve a környékén. Most a megnyitó alkalmából egy 6 millió forinttal támogatja a Kindle család a Vásárosnaményi sportcsarnoknak a felújítását. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.